előadásokat tartottak Pest megye társadalmi szervezeteinek a Magyar Honvédség önkéntes tartalékos rendszeréről, az első területvédelmi körzet zászlóaljainak működési tapasztalatairól, a körzetben folyó honvédelmi neveléssel, társadalmi kapcsolatokkal összefüggő lehetőségekről, az anyagellátó raktárbázis gödöllői telephelyén. A rendezvényen mások mellett részt vett Gémesi György, Gödöllőváros polgármestere. A rendezvényt Barát István vezérőrnagy, a tartalékképző és támogató parancsnokság parancsnoka nyitotta meg. Mint mondta, a programnak kettős célja van. Az egyik az, hogy Gödöllőt, mint a leendő első területvédelmi ezredet, egy felvirágoztatási programmal elindítsuk azon az utcán, hogy egy igazán hatékony, egy jól feltöltött területvédelmi ezredet tudjunk létrehozni. A másik cél pedig az, hogy ezzel a társadalom felé egy maximális nyitást tudjunk elvégezni, hiszen a társadalmi nyitás a kulcsa annak, hogy milyen sikeres toborzást tudunk végrehajtani. Kaló Miklós alezredes, a leendő első területvédelmi ezred parancsnoka ismertette, az ezred három körzetből alakul, Budapest kettő körzetéből és Pest megye harmadik körzetéből, mely összesen 41 járást foglal magában. Ezrednek a fő célkitűzése a tartalékosság kiképzése. Kiképzése azért, hogy tudja mentesíteni a műveleti csapatokat, illetve részt tudjon venni különböző katasztrófa eseményekben, ezt tudja segíteni, illetve a honvédelmi nevelés, és nagyon fontos célnak határozzuk meg, hogy a tartalékos, jó felkészült tartalékos állomány leendő alapját képezi a hivatásos és szerződés állománynak, amelyet a katonai oktatás mellett fogunk végrehajtani.